Lencseleves, mákos guba, rántott hal. Szabó Csilla karácsonyi menüje a hagyományokra épül. Olyan ételek kerülnek náluk a karácsonyi asztalra, amelyeket gyerekkorában fogyasztott az ünnepekkor, így a családi hagyományt őrzik a konyhában is. Valamit hozott az ember otthonról, és amikor elkészíti ezeket az egyszerű ételeket, akkor előjönnek azok a kellemes gyerekkori, boldog gyerekkori élmények. A vacsora általában kirántott hal szokott lenni, nem hagyományos módon kirántott, hanem tepsiben sütött hal, és ilyen mandulás prézlis bundában van beforgatva és úgy elkészítve. Ha bőolajban sütjük ki, akkor sokkal szebb lesz, viszont ha tepsiben készítjük el pici olajjal, akkor valamennyire egészségesebb, mert ugye nincs az a bőolaj benne a bundában, és kenyeret teszünk hozzá, pici citrommal, illetve tartármártást fogyasztunk még. Ebédkor fogyasztjuk a lencselevest, ami szintén nagyon egyszerűen készül, és a mákos gubát, vagy mákos tésztát szoktunk enni. Ebből a kolbászos keverékből a tetejére körülbelül egy evőkanálnyival teszünk rá. Csilla nagyon szeret főzni. A recepteket gasztroblogjában másokkal is szívesen megosztja. Bár tiszteli a hagyományokat, kísérletezik az új ízekkel is. Ezért karácsonykor is meglepi a családot reformétellel. Tudok ajánlani a kísérletezős kedvű nézőknek egy ilyen kolbászos halszeletet. Ennek a halszeletnek a tetejére egy kis kolbászkérget készítünk. A halszeletre rákerül a kolbász szórat, és akkor ebből egy kéreg sül a sütőben szintén. Szabóéknál olyan ínyentségek sem hiányoznak az asztalról, amelyekhez hiedelmek, babonák fűződnek. Így a családi asztalra kerül az ostya, a méz és a fokhagyma is. Az ünnepi fogások koronáját a desszertek jelentik. Számos hagyományos édesség van, de természetesen sokan új recepteket is kipróbálnak. A neratovicei téri magánszakközépiskola cukrászműhelyében is olyan ünnepi édességek készültek, amelyek nélkül nincs karácsony. Főleg száraz sütemények, amiket sütünk, és általában olyan sütemények, amik jobban elállóbbak, tartósabbak. Ilyenkor karácsony előtt dobós, puncsos, ezek a klasszikus sütemények, amiket általában szeretnek az emberek ilyenkor, vagy ruládok. Száraz sütemények közül meg nagyon sok fajta van, diós, kókuszos linzerkarikák, amiket összeragasztunk lekvárral. Vannak ünnepi torták is, amiket marcipánnal vonunk majd be, és ünnepi díszítéssel fogunk díszíteni. Főleg házi recepteink vannak. Kerüljön az asztalra klasszikus étel, vagy akár ínyentség. A legfontosabb, hogy az ünnepeket a család együtt békében töltse.